Mielőtt jobban belemerülnénk abba a témába, amiről most ez a beszélgetés fog szólni, mesélj nekem egy picit arról, hogy a sport szeretete az honnan ered. Hát ez a sport szeretete, ez egészen kiskoromtól indul, mivel szüleim, édesapám és édesanyám is versenyszerűen sportoltak, súlyemelők voltak mind a ketten, illetve van egy bátyám, aki ugyanígy szereti a sportot, és evidens volt, hogy mi is akkor sportolók leszünk. Testi szakos általános iskolába jártam, tehát ott végig kézilabdáztam 8 évet versenyszerűen, és utána is megmaradt ez a sport szeretet. Többféle sportágat kipróbáltam, voltam atléta, súlylökés, diszkoszvetés, illetve utána súlyt emeltem 5 évig, azt sajnos abba kellett hagynom, de nem voltam szomorú, mert így jött a botthúzás, és ezt űzöm most már 2 éve. Bothúzáshoz milyen testi felépítés kell, mennyit edzel, és ezek nagyjából hogy állnak össze? Nekem szerencsém volt a bothúzásban, mivel a súlyemelés az egy nagyon jó alap volt ehhez a sportákhoz. Ugye fontos az erő és a dinamika, ez a kettő, és hát leginkább erősítő edzéseim vannak, tehát heti 6 edzés, ebből 5 erősítés, súlyzós edzések vannak, és heti 1 vagy 2, hogyha át tudok menni Batonyára, technikai edzésünk van, bothúzó technikai edzésünk. Hogyan készülsz egy ilyen mérkőzés részen, ha jól tudom, akkor legutóbb is egy nagyszerű eredménnyel zártál. Igen, köszönöm szépen. Hát télen van az alapozó időszak, ugye akkor nincsenek versenyeink, akkor vannak nagyon kemény edzések, így évközben, mikor vannak a versenyek, akkor már nem arra megyünk, hogy erősítés legyen, hanem inkább a technikai részére megyünk rá. Tehát nekem ilyenkor, amikor versenyeim vannak, így évközben, akkor ugye megpróbálom szinten tartani ezt az erőt, amit sikerült megalapoznom télen, és hát a technikára megyünk rá nagyon inkább. A táplálkozásra vagy a folyadékbevitelre mennyire kell ilyenkor odafigyelni? Nagyon fontos ez is, főleg a folyadékbevitel, illetve a táplálkozás is így évközben, versenyek, amikor a versenyek vannak, mivel súlycsoportok vannak, és ugye mindenkinek megvan a súlycsoportja. Na most ebben jó, hogyha benne tudunk maradni, ugye télen az alapozó időszakban, olyankor mindenkire feljön egy pár plusz kiló, ugye akkor lehet többet enni, meg akkor fontos is. És hát ilyenkor inkább egészségesen, tehát, hogy odafigyelünk, kiszámoljuk, hogy miből mennyit eszünk, ugye a szénhidrát, fehérje tartalom, minden, és hát ilyenkor, igen, a súlycsoportban fontos, hogy benne maradjunk. Magát ezt a folyamatot, ezt a bothúzást, ezt hogyan kell elképzelnünk? Hát ez a bothúzás, ez ugye olyan, hogy van egy deszka, amihez leülünk egymással szembe, a lábunk van neki támasztva, illetve van egy 50 centis bot, amit mind a ketten megfogunk fordított fogással, és van egy bíró, aki elindít, tehát 3 menet van egy meccsen, és van egy bíró, aki ezt elindítja, ugye rajtra indulunk, mivel hosszú ez a deszka, megvan a technikája, hogy lehet mozogni jobbra-balra, és ugye az a lényeg, hogy elvegyük a másiktól a botot, vagy őt magát is áthúzzuk. Mit gondolsz, lehet, hogy népszerűbb lesz most Magyarországon, hiszen ha jól tudom, akkor ez nem éppen is egy ismert sportág még egyelőre. Én nagyon bízom benne, és rajta vagyunk nagyon nagy erőkkel. Most már egyesületeket is hoztunk létre, hál' Istennek már most van 2, amit úgy mondhatom, hogy ez tényleg nagy öröm. És természetesen járunk, és népszerűsítjük a bothúzást Magyarországon. Általános iskolákba, középiskolákba tartunk bothúzó bemutatókat, illetve a gyerekek ezt ki is próbálhatják. És ahol mi edzünk, oda is nagyon szívesen várunk mindenkit, aki szeretné ezt kipróbálni. Egyre többen vagyunk, és egyre népesebb a csapat, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és szeretnénk ezt még tovább folytatni. Mire készülsz most? Most lesz egy versenyem, majd július 20-án, Szlovákiában Dunaszerdahelyre megyünk majd el, illetve utána lesz Balatonon, Siófokon az országos bajnokság, ugye ez fontos verseny lesz, illetve év végén lesz egy versenyünk Lengyelországba, világkupa, arra fogunk még felkészülni. Mindenhez sok sikert kívánunk, és köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm.